1956-ból. Mintha most történt volna, úgy látlak titeket, a rádió erkélyével szemben álltunk. A legfiatalabb ikertestvéred rálátott a bent tanáskozókra. Azt észlelte, hogy az egyik nagytestű, szakállas férfi fegyvert vesz elő és megtölti. A golyó már repült is. Te testvéred elé álltál. A golyó eltalált. A nővéred azt hitte, hogy képzelődik. Kabátod vérvörössé vált a szíved körül. Még eszméletednél voltál. Felkaptalak és vittelek. Ismertem a környéket. Kis utcákon át eljutottunk egy csendesebb sikátorba. Ahogy vittelek, sejtettem, hogy nem tudunk megmenteni. Már több mint negyed óra telt el. Beszélni nem tudtál, megmozdulni sem. Könnyek peregtek arcodról. Megmentett ikertestvéred kezedet fogva keservesen sírt. Nem tudta, mint mit kellene tennie. Csak fogta és puszilgatta kezedet. Körülöttünk autók csörtetése, lövések zaja, jajveszéke is hallatszott. Azt mondtam, hogy próbáljunk elvinni legalább a parókjáig. Ahogy igyekeztünk, te egyre kapkodtad a levegőt. Nővéred elkezdte mondani az Úr imáját. Együtt sírva remettük el. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessékben, te neved. Fogányról érkezett Báncsi Benjamin, aki szintén saját művét olvasott. Szerint ide nem lehet behajtani, de van egy elkerülő, ami messzebbre visz. Ez a választott mély. Kuporgok a nyálkás melegben. Még érésben van, amit majd mondani akarok, nyelvem alatt fejlődik. A szemem csukva. Elég, ha ő mondja, mit kell látnom. Az ablaktörlő éveket söpör az üvegről, a földre hullva könnyűek mind, felfedezik rokonságukat a sárral. Felváltva vesszük a levegőt. Egy sietős autó fényét elkapja az arcom, emléke új lenyomat a szemhéjamon. Jöhetnek útmenti fák és neonok, az ujjaim már összekulcsolva, lusta koreográfia záróképe. Én Istenem, édesapám, amíg alszom, vigyázz rám. Baranyai Dóra olvassa fel saját művét, aki Feredről, Szlovákiából érkezett. A 14. hónap. A maradok mellett minden más patetikus, elcsépelt baromságnak tűnik. A távozások utáni üresség olyan, mint szeptember elején a kövér kerti pókok. Messziről megígéz, közelről félnek tőle. Két dolog fordul ki. Te az utcánból, meg a világ a sarkaiból is bűnöm. Játszó lepkék szárnyai ütköznek zörögve, és szerelmesen élnek egymáshoz a szomszéd madári esztősörös üvegei. Lassan vége. Pár hét múlva kamrába vándorolt elelni a kaktusz gyűjtemény. Pár hét múlva már nem bánulunk szamailatú hajjal a nap lementébe. Pár hét múlva szőlőíze lesz a csókoknak, búzamező és forróság visz helyett. Pár év múlva hosszabb lesz a bajszod, meg az éjjel, de most még késő. Most még frissésen zsúrja elég a bágyat napfény és a tóban hat. Maradsz? Maradok. Beke Sára következik, ő Pilis Csabáról érkezett. Dolgok, amiket elfelejtettem. Dolgok, amiket elfelejtettem, csak a sarokba dobva. Azok a régi szavak, amiket nem mondtam ki. Dolgok, amiket ezerszer, szavak, amiket sosem. Robotzaj kattog a szomszéd szobában. Összegyűrtem, a markomba szorítottam.
Hagytam, hogy a bőröm alá. Hagytam, hogy örökké. Sára után Bíró Zsombor Aurél következik, aki Budapestről érkezett. Nem érkezett meg. Őt követi Cselesnyi és Dorottya Mária, a Szentendréről jött. Beszélgetés egy lilagmáról. Ismeri a hideget? Tudja azt a csontighatót. Nem, azt nem lehet fokokban mérni. Az ember testének egészében hordozza, cepeli. A szövetek és sejtek lassú, gyötrelmes halála ez. Most tél van, a havastájban megcsillannak a szembogarak, de a pupilla ilyetten sugarodik össze egy pillantás alatt. Figyeljen! Hallgassa a töpörödő szemeket. Nem fél tőlük? Én félek. Az elmúlásra emlékeztetnek. Maga még fiatal, maga ezt nem értheti. Ne nézzen így rám, tudom, én sem értetem. Hogy is érthetném? Nem vagyok én Isten, vagy ilyesmi. Hisz Istenben? Bocsásson meg, tapintatlan vagyok. Bocsásson meg, tényleg bocsásson meg. Látom a homlokán a nem tetszés apró görbe vonalait. Egyszer olvastam, hogy a homlok belső érzelmei térképe. Valami hasonló maraságot olvashattam. De azért van benne valami. Nem hiszi? Nini, hogy ráncolgatja azt a szép kis homlokot? Ne tegye. Nézzel rám. Én sokat szenvedtem, ismerek én minden homlokot, élőt, holtat. Hogy miért szenvedtem? Látja, most magahoz kellemetlen helyzetbe. Ne nézzen ilyen kíváncsiságtól csepegő tekintettel, mert még eltalálok mesélni mindent. Elmondjam, nem mutatom. Jó maga akarta, most megérti, amit főzött. Egy nyekhelgős, rozog a vénasszony életvallomása. Egyébként nem a cigarettától vagyok én veszettben rekettes. Nem, azt már 50 éve letettem, pont azon a napon, amikor a férjemet megismertem. Áldott jó ember volt ez az én uram, férjem, párom. Minek is mondják maguk? Szóval veszett jó ember volt, az a lényeg. Miatta szoktam le a cigarettáról is. Csóka Zsófia következik, aki Nácegről, Szlovákiából érkezett. Anya felszívódott. Kész lett. 4:53. Elküldte a kaktuszait teázni, ő meg kiment. El akart menni gyónni. De korán volt még arra, hogy egy szál vársonysapkában mászkáljon, a szél finoman fújdogálta ruhátlan testét, mint a lánynak a száradó körömlapot. A szomszéd tévéjének lippogó fénye betöltötte az utcát. Szellő István szürke feje után váltott a kép, és elindult egy vetítés Szentavajk ruháiról. Mindig is félt Szentavajtól. Ilyen gyorsan még sosem futott. Ledobta magát a padlóra, és gondolkodás nélkül az anyját tárcsázta. Amíg kicsengött, mereven bámulta a mérlegen a gram mocskos géjelét. 15 percen belül megjött. 10 dudálás, lakcipő, futás. 3 óra múlva egy csomaggal tért haza. A tartalmát kiürítette az asztalra. Sok fehér por. Nekilátott a tetemes adagnak. Közben anyai szavak hangoztak el fülében. Kislányom, te most komolyan felszívsz az orjukatba? Holott lehet, pont most csókolt a szájon az óra belsejével saját lánya. Mindig is szerette volna közel érezni magához anyját, mint a kokót. Fehéren, porként az asztalon. Kislányom, most tényleg? Balázsi Fruzsina következik, aki Gyenes Diásról érkezett. Kényelmes. A főtéren találkoztunk. Üresen álltál. Hiányzik belőled minden, így jutottam eszedbe. Rossz helyen vagy. Mondtam. Tudom. Mondtad. Vettél sört, jobb lesz úgy. Nem lett. Mint a szád íztelen volt, elmentünk hozzátok kávét főzni. Ez itt a tüdőm, nézd. Éjfél volt, és... adja hót. Egy szerelem van az elején. Fordíts ki. Jó lesz? Mondtad. Jó lesz. Mondtam. Saját művét olvassa fel Endrei Nagy Ágoston, aki Zámolyból jött.
Napjaink. Második. Amikor hazahosszalak, a tavak mellett hajtottunk el. Egyszer csak rám kiáltottál, hogy fékezzek, mert a leresztett tóesség közepén egy madár vergődik, tonaháló halászhálóboga bajodott, siessük. Esti szürkületben futottunk a fagyott iszapon, még nem kiderült, hogy csak egy műanyag zacskóval játszik a szél. Hat bikkelyek voltak benne, sár és egy tanga, és mi úgy álltunk mellette, a sötétele és fehéren zörgő köldökénél, mint egy túl korán félbeszakadt történet. A hátralévő úton hallgattunk, és hazaérve fél órán át néztük, ahogy a forró víz egyenesen a lefolyóba zubog, nem akartuk lemosni magunkról a nádasok ölelését. Aztán végig feküdtünk a felfolyogosodott lámpafényben, és egy évig nem mertük kinyitni a szemünket. Erdős Kristóf Kecskemétről érkezett. Sírba fakadtam. Az ihletem mellett mentem, szinte futva vagy rohanva, el akartam érni sehova a 65 forintos félegyházi sós kiflingben. A kirakatot nézegette, fütyörészve, jó kedve lehetett, jó neki, nekem van. Az ihletem 65 éves lehetett, marg szakállas öregember, őszbajusszal, csöves sapkában, barna kabátban, piros-fekete kockás szövetnadrágban, kerékpárját tologatta és a könyvkirakatot nézegette fütyörészve. Jó kedve lehetett. Jó neki. Számalmasan élek. Első csont rogálta arcomon. Pancsali Kinga következik a Kimarosvásárhelyről, Romániából. Érkezett. Hiányjel. Mindenek előtt valljuk be egymásnak, hogy mindketten cigányok vagyunk. Így kezdi mindig. Nincs ebben semmi szégyellnivaló, mindenki cigány. Nem csoda, hogy ennyire könnyedén jelenti ki mindezt. Apja Kilitinek homályában örülhet, hogy megúszta egy enyhe etnikai hovatartozással, mely számára nem jelent egyebet, bizonyos körökben való mozgásnál. Mégis, mikor tízemeletes hústornyoknak köp oda egy szevasz cigányt, az ember már önkéntelen és a nyolcipő fűzőjét köti szorosabbra. Pedig az aggodalom teljesen felesleges. A folytatás, persze csak ha nem üzletről van szó, általános. Kérdeznek, és ő azt feleli, hogy nem, amúgy nem bukták ki, magától jött el, szóval jár iskolába, de csak hétfőn és szerdán. Mert ez egy ilyen iskola. Nem, nem kisegítő. De tulajdonképpen mindegy, hogy kisegítő vagy sem, vonogatja a vállát, meg lesz az érettségie. A bizonyítvány pedig kiakasztja az ajtófélfa jobb oldalára, ahova a rendőrök egyszer beverték a fejét, amikor az anya kihívta őket. Hetedik véreláfutásos volt, de azért megtudta, vagy legalábbis próbálta érteni az anyját. Akkor rúgták ki először. Ezt ősi szokások szerint ünnepelte, vagy éppen gyászolta, maga sem tudta pontosan. Arra próbált rájönni, lehetséges-e a pusztítás megfosztása az emberek által felruházott jelentőségtől, érzékenységtől, a cigányhoz hasonlóan. Legalábbis ezt mondta a rendőröknek, amikor az indokolatlan mennyiségű kokainról és csempészvodkáról kérdezték, amit benne is a szobájában találtak. Igazából csak szomorú volt és félt. Nem akart az apja lenni egy hiányjel valaki más életéből, örökös tagadás. Abban viszont már korán sem volt biztos, hogy ez elkerülhető. Hiába magyaráztam neki, hogy ez nem segít, még mindig figyeli az embereket, követi őket, összehasonlítja fülüket, állukat, tarkójukat a sajátjával. Azt mondja mindig, igazából könnyű dolga van, mert csak egy bizonyos rétegben kell keresgélni. Pedig az apák még csak nem is cigány. Következő Fedoszov Emília, aki Budapestről érkezett. Osztriga. Elalszom, de álmomban reszketek a hidegtől. Rájövök, hogy ébren vagyok. Valaki elringat, valaki rámejti a kalapját. Elalszom. Cigaretta füst szagát érzem. Kinyitnám a szemem, de már rég nyitva tartom.
Valaki kiabál, a cigarettafüst eloszlik. Elalszom. Osztriga ízét érzem a számban, égeti a nyelvem. Tudom, ébren vagyok. Elalszom. Levegek a tenger túloldalán, a melegben. Talán alszom. A nap égeti a bőrömet, mint az osztriga. Lapos kőre lépek, tüzes érintés. Osztriga héjjel legyezem magamat, szomjas vagyok. Forró, citromos teát iszom. Forró, citromos osztrigát eszem. Szaporul. Az ujjaim hűvösek, azok mind meleg. Minden kék körülöttem, vagy lilás lesz, s végül fenyegetően vöröslik. Próbálok felállni, egy vörös kéz az ajtóig támogat. Itt egymással kering a vöröslő jég és a tenger. A sziklák vörösek, mint a föl-föl csapó vízhab. Osztrigák ropognak a talpom alatt. Valaki megszorítja a vállamat. A haja a homlokom előtt kavarog. Nem láthatom tőle a vöröset, a kéket, a sárgát. Valaki a kezembe ad egy könyvet. Elolvasom, és elsírozok egy szereplőt. Fejér Johanna következik, aki szintén Budapestről érkezett. Éppen két fejjel. Sásban mászkálok. Azt mondják, a sásban mászkáló lányok fal szerencsét hoznak. Emberek azt is mondják, szeretnének hazamenni, mikor már otthon vannak, és azt is mondják, nem szeretnének gyereket, pedig tudom, hogy már volt nekik. Mikor alámerülök, a hajam növény, a lélegzetem semmilyen. Engedem, hogy közel jöjjön hozzám, átadom neki a saját helyem, és leülök mellé a földre. Ilyenkor éppen két fejjel magasabb nálam Isten. Azt mondják, a sásban mászkáló lányok hol szerencsét hoznak. Mintha csak magukkal hoznak őt a földből, a lelkük pont egy centivel lóg ki a vállukból. Meg lehetne fogni és kiemelni belőlük. Átfújna rajtuk a szél, mint Istenem, ha szólítják. Olvassa fel Foltány Jemese, ő Győr új barátról érkezett. A rés a házban te vagy, anyu. Egyébként nem vagyok beteg, mondja, és csak néz a pirítósára, és felhívja aput, hogy hozzon neki altatót, azzal akar inkább jól lakni. Egyébként nem vagy beteg, nézek rá, a hét összes estén írtam egy verset, anyu sír a csempén görnyedni címmel. Apu szerint beteg. Hozza a gyógyszert, és elfordítja a fejét, amikor anyu lenyeli a vízzel. Van egy doboz áfonya a hűtő felső polcán. Mi gyerekek mind csak nézzük. Hallgatjuk, ahogy anyu sír. Visszapótolja azoknak az éveknek a mulasztásait, amikor még úgy hitte, hogy neki nem szabad. Olyanok vagyunk, mint a reggeliző asztalnál szoktunk lenni szombatonként. Hálóingesek, mezít lábasak és éhesek. Szabadiról érkezett Galgán Anna, aki saját művét olvassa fel. Bébi néni meg hús, kiperdült az ajtón a délutáni szertartástól szinte önkívületben. Kezében lila műanyag labor volt, amivel friss vizet töltött a kádba egy üstből. Aztán füveket szórt bele, és elkezdte megfosztani magát minden feleslegese világi hívságtól. A fán ülők iszonyodban nézték, ahogy leveszi az otthonkát, a sportcipőt, az aranyfüldevalókat, és nagy cuppanással belemerült a vízbe. A szökővel két oldal tisztára mosta a betont. A gyerekek a borzalomtól eltorzult arccal kapaszkodtak a kéregbe, mert ennyi gyönyörűségtől félő volt, hogy leesnek onnan. Bébi néni pancsikolt, énekelt, majd rövid fürdőzés után kiemelkedett a kádból, mint Vénusz a tenger hullámaiból. Könnyű habtestét a szárító kötélre akasztott fürdőlepedőbe csavarta, a jelenést méhen vonták körül. Megállt a töredezett betonon, ajkán vízcsepp, állán árvalányhaj csillogott. Végezetül körülforgott a napfényben, majd utoljára kinyilatkoztatta magát a világnak, és aznapra eltűnt a házban. A gyerekek letaglózva fügtek a fán, és ilyesmiket gondoltak. Vissza kéne menni a kertbe. Az anyám miért nem hord több ruhát? Dinkit
Kuzsina Budapestről érkezett. Ébredés. Napra ébredek, bögdösi a fejem búbját. Szemügyre veszem a verset. Nézem, pedig szagolni kell. Hiába fúrtam, faragtam, csiszoltam, formáztam rokokósra, gyalultam, törtem ketté, próbáltam pingálni, úgy Leonardósan. Megmaradt az az egyszerű, átható, őszinte fűzfaszaga. Imre Ábris következik, aki szintén Budapestről érkezett. Apával a buszra várunk. Esik az eső, a megállók neveit olvasgatom. Bekanyarodik egy kék Ikarusz, nem a miénk, mondja. Az utca másik végén feltűnik három homályos alak. Az egyik előrébb táskával a kezében, a másik kettő meg utána kék egyenruhában. Rohannak. A busz megáll. Apám gyorsan felméri a helyzetet, a busz ajtaja mellé lép, jobb lábát kiteszi oldalra, amikor az első mellénk ér. A férfi felbukik, táskája kirepül a kezéből. Apám keresi a két rendőr tekintetét, szinte már látja maga előtt, hogy kattan a bilincs. Közben az ajtók zárodását jelző csengő szól. A két egyenruhás beszuszakolja magát a csukódó szárnyak közt. Apám arca ledermed. Rendőrökre néz. Majd az éppen feltápászkodó idegenre, újra a rendőrökre, remeg a szája. Megfogom a kezét, nyírkos, mint a kapaszkodó rudak. Állunk, nézzük az egyre távolodó buszt, ilyenkor mindegy. Ilyenkor már tényleg teljesen mindegy. Olvassa Felice és Andrus, aki Budapestről jött. Egy pillanat, és a pillanat vége. Minden stimmelt. A kócsag, mint valami égi jel, és hogy neked kutyád van. Én ugyanis utálom a kutyákat, ebben pedig egyszer csak megláttam a teljes egészt. Meg a korkülönbség. És hogy pont ugyanannyira tűntünk közhelyesnek. Ahogy én kocogtam, te meg ott a mólón. Ráadásul túl szép se voltál, hogy ideális legyen, csak egy ilyen zöld kabátban, jól néztél ki? Na. Aztán én persze tovább futottam, a kócsag elvebbent, ha ott volt egyáltalán, a gázlómadár a feneketlen tónál. És minden, amiben hirtelen beleláttam, a lakásunk, a gyerekeink, ahogy összeveszünk valami semmiségen, az egész tápolmány kárként összeomlott. Megugatott a kutyád. Erről érkezett itt és Klára Zsófia. Hogyha szemem nyitva volna. A kád tó volt. Apa emelt a partra, testem törülközőbe csavarta. Csupa volt a szemem, kértem, hazudj, hol sétálunk éppen. Azt mormolta, ez a konyha. És halkan lépdelt, el ne roncsa játékunkat, meg ne sétse hajóhagyunk recsegése. Pörögtünk sorra a szobákon, velem forgott a világom, most valahogy mégsem értem, hazudjon, ezt magam kértem. Miért hittem neki bután, ha játszottunk fürdés után? Akkor biztos voltam benne, hogyha a szemem nyitva lenne, most a zongorákat látnám, vagy az ágyam fölött lámpám, a plafonra felhőt szórna, hogyha a szemem nyitva volna. Csai Benjamin következik. Asztalfő. Nem mondhatjuk ki a nevét. A hátsó ajtón közlekedünk. Nem szeretünk inget hordani. Már nem eszünk egy asztalnál. Kedv volt, mikor apa meghalt. A kanapét már ebéd előtt az ablak felé fordítottuk. Aztán zenét kapcsoltunk. Hát, ha hallunk benne múlva csikorgást, ajtócsapkodást vagy hasonló basszusokat.
Anya krumplis tésztát csinált, és egyel kevesebb szemére terített. Bort ivott, mi is ihattunk. Kett volt. Aznap újra elmagyarázták a jobb kész szabát. Keller Weisszel Klaus következik, aki Kecsik Kemétről érkezett. Pannonia dicsérete. Ez igazából egy novella, amiben a parasztok föllázadnak az uruk ellen, és tudjuk, hogy nincs normális lázadás, lázító beszéd nélkül. Ezt a lázító beszédet fogjuk hallani. Falunkon régül egy játok, testvérek, húgok, bátyák és barátok, hallgassátok, hallgassátok könyörtelen krónikátok. Átok, átok, hogy bírtátok? Künn a mezőn viharba tébetűn kapátok, elgőbű a nagy fagyba hű kapátok, vélegőbű bőcsapátok, jó anyátok, s ez vár rátok, ez az átok, 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 kibírjátok? Más mezején tértrogyásig robotolátok, saját sajtok más nyálának áldozátok, véle áldozátok, bőcsapátok, jó anyátok, s ez vár rátok, ez az átok, 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 mi bírjátok? Kormos könnyel kérges kinnal koplalátok, tehenetekre megdögölve rátalátok. Véle döglik bőcsapátok, jó anyátok, s ez vár rátok, ez az átok, átok. Átok, hogy bírtátok, kibírjátok, mi bírjátok, ne bírjátok, váltok, váltok, mire várjátok, vártok, ne várjátok. Lássátok, lássátok, falunkon mi szörnyűségnek karmadul. Ez a szörny az átok a nagy úr, ez a szörny az átok a nagy úr. Falunkat ő tönkretette, kapja hát, mint érdemelne. Szemét szarka szopja szénni, derekát dühös desznyó dújja, koponyáját kutya pocogtassa kővel, máját nagyon marja, mint meleg, heréjét hínávója nyítsa, gyereki gyömbért gyökere gyűrje gyommá, csakráját csirke csiholja csúnyává csőrivel, palotáját pupos pacsirta bűvője orrá, tete, mint testes tehén tapodja. Tőgye szakadtáig. Mezőkövesből érkezett kis Márcel. Benső út. Se baj, mi csak megyünk előre. Elől hátul céltalanság. A lét, élet maga a középút, ha nem a végleté a főszerep. Nem beszélgetünk túlzottan egymással. Hóeséstől hunyorított szememhez néha közelebb húzom a meleget adó sálat, vagy nagyobban sóhajtok, s ütemre lihegek. A cél, mifelé visz minket két pár biológiai tapasztalónk, az a kunyhó. A perzselő érzésektől, élményektől gazdag múltnyarak lélekmenedéke. Társammal ez a részlet a közös pontunk. Lépéseink alatt a domborzat magasodik, a talaj havasodik. Kitartó egyszál magamok örködnek mellettünk, mivel a kiépített útról már letértünk. Itt nincs semmi emberi. Itt csak az van, amit eleve kaptunk. Érdekes, lábunk botlatozik a kiépítetlen úton. Még idegenebb ez a hely, ám mégis otthonosabb. Recseg a hó alatti létnedű, a természet agyvize, a pocsolya, mely most rideg, csörög, zilált, hideg és kemény. Most pedig felkérem a pályázók második csoportját, hogy legyenek szívesek helyet cserélni az első csoporttal. Végül megértettelek. A fehér remeszelt plafonon volt egy barna, sáros cipőnyom. Időbe telt, mire észrevettük. Olyan oda tartozónak tűnt. Repedések futottak keresztül rajta, amik egy Balaton alakú boltban végződtek. Az omladozó plafon bámulva töltöttünk el órákat. Minden kis sarkában felfedeztünk egy titkót, egy csodát. Bárhol meg tudtuk látni a szépet, csak éppen magunkban nem. Lélegzett visszafojtva koncentráltam a zajokra,
A lebukás pillanata, mint egy régi szerelem képe, levakarhatatlan volt, mégis pervers öröm kúszott fel a torkomon, amikor rá gondoltam. A veszély valamiért mindent édesebbé tesz, mintha célt adna az életednek. Egyszer csak megszólaltál. Holnap teljes értékű felnőtt leszek, közölted egy cigivel a szádban. Amióta ismerlek, mindig lefegett egy az ajkad sarkában. Sosem gyújtottál rá, de meghagytad egy lehetőségnek. Úgy érezted, abból úgy sem akadt túl sok az életem. Bólintottam volna, de minek? A kijelentésed nem birtokolt különösebb jelentőséget a számomra. Holnap úgy is elmegyünk, jól berugunk, majd aztán minden megy tovább úgy, ahogyan eddig is. Apró gesztusaink a későbbiekben sem maradnak majd el, hiszen pusztán ezek tartották fent kapcsolatunkat. Ezek óvták meg a teljes ürességtől. Tudtam, továbbra is abban hitbe fogjuk ringatni magunkat, hogy boldogok vagyunk. A tévéből lestük el, hogyan kell szeretni. Budapestről érkezett Kovács Tamara. Saktáblán toporogva. Saktáblán toporogva krétaszagú helyiségek kvarcüveges tükrében nézel vissza magadra. Lentülepített mondata vízfelszín sima csendben kúszik a távolság áttetsző róka a varban. Két száraz falevek közt mesztelen ér fel a színre. Ólomsúly szakadékot bont a kvarcüveg arcba. Saktáblán toporogva, ha elkavarodsz, belefulladsz módai lépések, kérdések tömkelegébe. Megcsúszol két jéghideg emlék közt az avarban, késő őszi időben vízfelszín sima csendet torsz tükréből, így javítok vissza magamra. Lavodics Eszter következik, aki szintén Budapestről érkezett. Ez az a pont. Ez az a pont, amikor összetörik a tér, amit az életemnek elképzeltem. És rájövök, hogy az egész egy makett volt. Valami modell, amit én építgettem, hogy minden este a félhomályban tologassam benne a kis vonataim. Ez az a pont, amikor nem tudom már definiálni önmagamat. És kezdek teljesen biztos lenni abban, hogy egyszerűen csak őrült vagyok. Mindig minden összetörik, amit elképzelek magamnak. Molnár Anna következik. Ivan Fox. A kerekasztal a város leghíresebb krimója volt a varázslények között, vagy leghírhettebb, attól főként kérdezel. A hallhatatlanok főként azért szerettek ide járni, hogy árulájukat ledobva szabadon garázdálkodhattak. Ivannek épp azért kellett óvatosnak lennie az évek során, több ellensége lett, mint várt volna. A fiú a kocsma közepén húzódó bárpulthoz lépett, majd a felületre támaszkodva körbenézett. Minél több asztalra pillantott, annál szokatlanabb jelenetek játszottak le előtte. Az egyiknél fantomok fősüketítő visítás mellett kártyáztak, a másiknál vérfarkasok rörös korsókat szorongatva az elévedő öngéltek, míg a harmadiknál egy hegyesfülű tündetársaság előkerülően borcülcsörgett a cseverészet. A taverna legközepén pedig a meglehetősen sűrű tömegben egy színpad emelkedett ki. Az apró pódiumon álló négy fiatal, akiknek haja égően vörös lett a gyertyafénybe, különböző hangszerei játszott és ringatózott a ritmusra. Az édes dallam betöltötte a helyiséget, hatására szinte mindenki mosolyban tört ki, vagy azon kapta magát, hogy akaratlanul is táncra jár a lába. Egyszerűen mindenkit elvarázsolt. Saját művét olvassa fel Móra Menta, aki Budapestről érkezett. Az éjszakát alvás helyett több hangvéssel töltöttem. Nem tudtam, hogy mit évül legyek most, hogy a család egy újabb tagja ment el. Minél hamarabb ki kellett találnom valamit, hogy megnyugtassam az itthon maradtakat, és meggyőzzem őket, hogy érdemes vagyok arra, hogy belém helyezzék a bizalmukat és hitüket. Talán kereshettem volna az eltűnt öcsémet is, aggódhattam volna érte, de el kellett nyomnom az érzéseimet, hogy a praktikumokra koncentrálhassak. Nem mintha ilyen önző lettem volna, hogy csak a saját kultuszom kialakítása érdekelt, de a többiek biztonsága érdekében ezen kellett gondolkodnom,
és nem követhettem az érzelmes, hőst játszó, énközpontú emberek által meghatározott jó szabát. Túl nagy nyomás nehezedett a válaimra. Úgy éreztem, szinte folytogat. Meg kellett felelnem Mózesnek, meg kellett felelnem az anyámnak. Egyben kellett tartanom azokat, akik maradtak. Ez volt a legfontosabb. Kellett nekik valami, amibe kapaszkodhatnak, amit imádhatnak és követhetnek. Ha ez a valami nem lehettem én, akkor találnom kellett valami mást, ami alkalmas a feladatra. Másnap elmentem tehát megvenni az aranyborjút. Nagy Sándor következik, aki Csépharasztról érkezett. Kék hold. A legelső randevunkat a mese szép halkánydomban tartottuk meg. Soha, de soha nem fogom elfelejteni azt a holdat, ami akkor ragyogott a legszebben, amikor mi felmentünk arra a lenyűgöző dombra. Azt hiszem, annak a holdnak is köszönhető, hogy a szerelmünk hónapokon át ilyen erős tudott maradni, egészen mostanáig. Szeretem Kingát, de valahogy már nem tudok vele elképzelni még egy olyan fantasztikus estét. Nem akartam befejezni a kapcsolatunkat. Civakodni kezdtünk egymással. A veszekedésünk napján annyira mérges voltam Kingára, hogy egy másik lányjal mentem el a parkba. Akkor tapasztaltam először újra azt az emóciós érzést, amit a harkányban éreztem Kingával kapcsolatban. Lehet, hogy nem volt jó döntés, így visszagondolva, de megcsókoltam Alice-t. Már lassan ágyba bújtam, amikor azt vettem észre, hogy egy SMS sem érkezett. Kinga volt az. Nem hittem a szememnek, kétszer, háromszor felpofoztam magam, hát ha csak álmodom. De nem. Kinga szakított velem. Egyelőre ezt nem tudtam épésszel felfogni. Válaszoltam az SMS-re. Megírtam neki, hogy találkozunk életünk legfontosabb helyszínén, a Harkánydomban. A domb még mindig olyan varázslatos volt, és az a kék hold is ugyanúgy fénylett, mint hajtanán azon az ominózus napon. Az éjszaka nagyon fagyos volt, de én csak vártam, vártam és vártam, de nem jött el. A könnyeim, mint a vízesés, úgy zúdultak végig az arcomon. De sírni mindig könnyebb, mint megoldani a problémákat. A történtek után egyfolytában kiállok a Harkánydombra, mindig megnézem azt a kéklő holdat, ami sokáig tündököl, és reggelre mindig nyugovóra tér a Harkánydomb mögött. Budapestről érkezett Németh Anna. Nincs itt. Olá Péter, aki Őrbottyánról jött. A véletlen a sors állarca. Kijött az utcára, a tömeg hullámzott. Ennyi embert még sosem látott. Akár csak egy tenger úgy csodorta őt. Végül a tömeg megállt a hősök terén. Itt találkozott a munkatársával. Mondtam, hogy azonnal gyere ide! Hol voltál? Késett a vonatom, de nem tudtam, hogy ide kell jönnöm. Pedig az e-mailben mindent részletesen leírtunk. Értem. De miért nyomtál ki? Ez az egész tüntetés egészen eddig titkos volt. Ezért nem mondhattam többet. Ahogy a körülötted lévők is. Féltünk, hogy lekövetnek. Zoltán elcsodálkozott a sok emberen. Most már látta, hogy vannak még emberek, akik ugyanúgy gondolják, mint ő. Fellelkesült, szót kért. Egy MMI-re állt fel, hogy jobban teljedjen a hang. Beszélt. A végére ért mondandójának megtapsolták, majd lesétált az MMI-ről. A feje zúgott, nem értette, hogy került oda, ahol most van. De most talán életében először tényleg úgy érezte, hogy szabad. Saját művét olvassott el Papp Máté, ő Budapestről érkezett. Elünt etűt. Szeretem a füled. Ránézek és úgy érzem, meg akarom harapni. Halvány fehér és vonalai kacskarikba fonódnak egymásba. Fogadok boldogok. Szeretem, hogy puhának látszik, de mégis tartja egy laza váz. A saját fülem botrányosnak mondható.
Sápat, mintha holt viselni, és kuszán bolyong önmagában, mitöbb elveszett. Plöttyettem merev az én fülem. A tiédet ellen meg elnézném örökké, még akkor is, ha nem hallasz vele. Csíkmadarasról Romániába érkezett Péter Blanka. Blokkruti. Ez a tempház azt hiszem mégis nyomasztóbb, mint a többi. Az utóbbi időben minden csütörtökön valaki megöli magát. Két hete az ötödiken a szőke kétszopfos 6 évesnek megdöbbett a papagája. Korábban ez a szeplős nő a 6-ról szerelmi bánatában főbe lőtte magát. Még a rendőrség is erre járt, és a barnakalapos lakó a 4-ről azt mondta, minden csupa vér volt odafent. Még ő is elkeseredett, pedig sose beszélt a szeplős nővel. Múlt csütörtökön kiugrott az ablakból a barnakalapos férfi. Senki nem érti, miért tette. Ma megint csütörtök van. A 3-on lakunk. Félek, hogy csak én vagyok itthon az egész emeletről. Pintér Anna Győrből érkezett. Ami maradt. Elmentél, és nem lett utánad erősebb a légnyomás. Hogy mindent magaddal vittél, nálad csupán rossz szokás. Reggel nem vetetted meg az ágyad, a hűtőből a maradékot föletted, én fáradt voltam miattad sírni, az ajtót álmosan becsuktam mögötted. Az energiáid nem húzódtak meg a repedésekben, és én nem akarok telefonálni, hogy elmondjam, nem arról van szó, hogy nem szeretlek, csak hogy meg megszoktam. Abban vagy más, hogy versenyet lettél a kognitív diszonancián, hogy nem tudok rólad írni, csak arról, hogy nem maradt utánad hiány. Rakai Sára következik. Annyira. Sütöttem neked kakaós csigát. Aztán te szívecskéket küldtél, és éjjel fél egyig beszéltünk Messengeren. Annyira boldog voltam, hogy kimásztam az ablakba dohányozni. Láttam egy nyestet az utcán. 5-ször szóltam rá, hogy sítsz, de nem nagyon zavarta, bejött a kertbe. Jó szagúak lettek az ujjaim. Annyira boldog voltam, hogy arra gondoltam, most kéne meghalni. Aztán azt kérdeztem magamtól, vajon ilyen a szerelem? Réka Janett Budapestről érkezett. Másodszor. A térdemet a mellemhez húzva, majd mélyen és üresen végre alszom. Azzal az édes sós ízzel a számban, amit a bánatban a legjobban szeretek. Meleg párnám olyan lesz, akár az anyaföld, amiben a magok télen a feltámadást várok békével alszanak. Ha este az égre nézek, azon gondolkozom, meddig bírják még a fárjuk visszatartani. Mert hogy az ember előbb-utóbb hozzászokik, hogy semmire se tartják, ha nem köszönnek neki az utcán, vagy barátilag megbasszák. De tudom, egyszer még összefutunk. Benne porhoz hitel majd, és búcsú csókkal köszöntelek. Te suttogsz, mint az északi fény. A következő Rudnicai Rudolf. Hullámzó érzelem. Miért is vagy te nekem? Túlzás, nem nekem vagy. Akkor miért vagy itt a közelemben? Talán csak úgy véletlenül, mintha a sors épp elaludt volna, és pont ide dobott. Semmi jelentősége. Véletlen volt, tehát nem kell, hogy szeresselek. Vagy mégsem volt véletlen? Hisz a hullócsillag sem a szélirány miatt hullik arra, amelyre a szíve húzza. De akkor szándékosan fájsz. Akkor nincs kibúvó, kifogás, hogy nem kéne itt lenned, hogy nem kéne bennem élned, akkor te okkal jöttél és okkal fájsz. De ha okkal fájsz is, miért pont nekem? Fáj másnak, annyi okkal jött ember van.
Mi nem vagyunk, csak fájsz és okkal látlak. Ennyi, ez nem a sors, ez csak van. Van, csak van. Ha csak van és csak addig van, hogy itt vagy, miért fájsz? Nem is nekem vagy, semmi közöm hozzád, mégis fájsz. Miért? Nem tudjuk. De fáj inkább. A sors nem csak ezt hozta. Mosolyod és ajándékba adta. Budapestről érkezett Sándor Csenge. Szagdolina, aki kiskutasról jött. A levelek süttogása. Észre sem vettem, amikor az állam elindult. Repültem, magasan a lombok fölött. A szántó felé pillantva megláttam egy hatalmas, talán 30 szalvasból is őszből álló csordát. Az élen haladó állat egy ugrással a betonúton termett, majd megállt. Rendíthetetlen oszlopként nézte a felé közeledő autót, melynek vezetője szemmel láthatóan fékezett. A csorda átkelt az úton. Az autós egyre táguló szemekkel nézte a jelenséget. Mikor az utolsó őz is átért, a szarvas körbenézett, majd a családja után indult. Az erdő felé közeledtek. Ismeretlen zaj hasított a dobhártyámba, mintha pont a fülem mellett sült volna el egy puska. Hátrafordultam. A látásom elvált a testemtől, s villámokat megszégyenítő gyorsasággal száguldott a hangforrása felé. Egy terepjáró sáros kerekén fékezett le. Kinyílt az ajtó, és egy vadász szállt ki belőle. A legközelebb üres felé vette útját. Én végigkövettem őt, annak ellenére, hogy nem látott. Ahogy a csorda egyre közelebb ért ahhoz a ponthoz, ahol ő volt, erősödő állapogás hallatszott. A vadász megtöltötte fegyverét, majd fülét hegyezve irányította a puskát a megfelelő irányba. Hirtelen az ő szemével láttam. A puskán lévő távcső célkeresztjében az előhaladó legszebb agancsos szarvas volt. Forni kezdett bennem a dű. Kiszakadtam a tekintetéből, át a puskába, a lövedék helyéhez. A bennem egyre csak gyülemlő mérget, a golyó felé fordítottam. Lassan kezdett eltűnni. Elolvadt a dühömben rejlő előhevétől. Így járt az összes többi lövedék is, ami a vadás zsebében egy kicsi dobozba alakult. Mikor a ravaszt meghúzta, a puska bakon sült el. A föld a legtisztább és a legnagyobb lélek. Képes az emberek borzalmait elviselni, és bármi gyenge, és mindig képes újjászületni. Egy apró magból is képes életet teremteni. Akárhányszor egy csíra előbújik, új lélek születik, mely a földből fakad. Amikor pedig az öröktér föléje borul, egyé válik a földdel, s lelke egy dolgad az övével. Szombati Péter következik. A világ. Mint akit hipnotizáltak. A készülékből áradó színes fény kiemeli bárki tekintetét. Vonalai lehervadtak bágyat, elernyett arcán. Szemeim vörös erek szaladoznak, nem pislog. Eltűnt már minden. Csak az a valótlan kép maradt a szem előtt, amit mások elképzeltek neki. Szemhéja félig csukva, mint egy alvajáró. Füleibe gépszerű hang duruzsol. Csak hallgatja. Szem elé fátyolfüggöny ereszkedett, könnyes, homályos kötfelhő. Ezen keresztül mered maga elé, és csak néz, de nem lát sokat. Világa eddig terjed. Hová lettek a gondolatai? Hová lettek körül az emberek? Hol van a valóság? Nincs rá szükség. Van helyette látszat. De vajon visszatérnek, amikor megremeg a kép? A hangok elhalnak, a színek összefolynak, majd szertefoszlanak, és a fény kialszik. Eltűnt. Az ember arca megrezzen. Mérvadó pillanat. Felhúzza a szemöldökét, pislant, és körülnéz. Pupillájában még ott dereng a fényfolt, amit a készülék hagyott. Végül az is elég van. Nem lát semmit. Sötét van. Mikor lett sötét? Nem emlékszik. Lábai zsibbadtak, keze hideg.
kisebb, ver lett. Mikor is ült le? Feláll, nyújtózkodik. Csoszogva indul el, öklével szemét törzsöli. Fényt lát, ösztönösen arra megy. Kinéz az ablakon. Tekintete merev. Milyen szép, csillagos az ég volt. Le kellene fényképezni. Celda Mölkről érkezett Palotai Kóbor Zalán. Légykarcolatok, vasárnap hajnal. Emlékszem, látom és érzem, visszagondolva, visszanézve, visszafordulva. Az egész megeleveledik előttem. Kezdetektől bukásra voltunk ítélve. Te, meg én. Életem mindig egy vágányon ment. És a sinek útja rögzített volt a kezdetektől. Szó sem lehetett más vágányra váltani. Nem voltak más sinek, utak, járatok. Felesleges a sajnálkozás. Mind meghalni születtünk. És már a világra jövetel pillanatában fellobbantak a fájdalom szikrái. Az egyetlen különbség, hogy a gondolkodót mindvégig beárnyékolja az élet, tragikus, miben lépte. Akármerre lépek, csak lápot látok magam előtt. Mögöttem mocsár, derékig merültem benne. Aki nyitott szemmel jár, okvetlenül kárhoztatik a szabad akaratra. Megpróbáltam és kudarcot vallottam mindabban, ami csak számít. Igazságért kiáltottam, hangom üresen terült el a falakon. A létbe vetett hitem darabokra tölt, a hitbe vetett hitem összeroppant. Az emberek kiölték belőlem a szeretetet. Az életem egy klisé, egy zokogó, széttépett filmsorok. Olyan lettem, mint te. Emlékszem, amikor mondtad, nem tud szeretni. Azóta nincs élet. Te gyerek, bűnösség. Végtessék, ki megfosztottál magamtól, vagy magamra hárítsam, ami talán természetes, hogy engem illet. T.S. A nő azt hiszi, nem látom őt az ajtón. Saját művét olvassa fel Tamás Balha Bernadett. A szél. Egy idő után már nem próbáltam megérteni a szavait, csak a hangja dallamát hallottam, az ajkai mozgásának ritmusát figyeltem. Tényleg aggódott értem, hiszen képes volt feltárni előttem az életét, a titkait. Nehezen hittem el, hogy egy idegen, akit talán soha nem látok viszont, képes törődni velem. Tudtam, hogy nem lehet valódi törődés, hogy csupán azért beszél velem, jobban mondva hozzám, mert nem akarja, hogy öngyilkos legyek. Csak morális okok miatt nem ment még el, mert nem viszi rá a lélek, hogy meghalni hagyjon valakit. Mindössze a félelem tartja itt, a lelkismeretétől való félelem, nem élő, nem. Képtelen voltam elhinni, hogy valaki miattam aggódna, én velem törődne öndöni érdekek nélkül. Nem tudtam, hogy ilyen valóban létezik-e, vagy csak az elcsépelt filmek lejárója. Akármi miatt maradt, nem akartam, hogy elmenjen, hogy vége legyen, hogy többé ne törődjön. Nem akartam hazudni, tényleg nem, de mi más tehettem volna? Mi mással bírhattam volna maradásra? Fogalmam nem volt, mit mondhatott, amikor a szavába vágtam. Fáj, mondtam. Nagyon. És csak azt akartam, hogy többé ne fáj. Rám nézett, én pedig próbáltam összetörtnek látszani. Könnyek szöktek a szemembe a gondolattól, hogy átlát rajtam, és elmegy. Ő is elmegy, mint mindenki más. Magamra hagy. De nem tette, csak megfogta a kezem. Tudom, mondta. De nem ez a megoldás. Nem lehet ez a megoldás. Beszélni kezdtem. Beszéltem a gyerekkori emlékeimről, amikor nem babáztam, meg egyedül nem tudtam. Az iskoláról, amikor a csapatos beadandókat egyedül csináltam meg.
Forgott a nyelvem, ontottam a szavakat, és egy idő után már magam is elhittem, amit mondok. Török Ábel következik, aki Kecskemétről érkezett. Óceánia hercege. Gyermekkacajú Istenről hallottál-e már mesét? Őstengerfiú, tekintete elmossa a szíved. Ha elmondom, mit tett, ne folytsd magad vízbe, ne neves ki engem, hiszek benne, ha nagyapám volt, a nevét is ismerem. Egyszer, egyet meg jól, megtartotta az eget, a fejünkre szakadót, vállal recseget ropogott, összetört, csontjai rekedten énekeltek. Ő volt az, aki a nagy vízből kihalászta a földet, hosszú fekete horgán, ezer hal ficánkolt. Testén ős tetoválások tekergőznek, sorsodat tetoválta magára, haját hínárból fonták, szeme két sima jádekő, arcod a köröm a kis ujján. Biztos hallottad a mítoszt, csapdába ejtette a napot, kivetette rá sós hálóját, megkötözte, megszelidítette, meglovagolta, mostantól te vagy a feleségem. Weber Luca a Borbála következik. Már nem tanul. Elődeinket még saját súlyuk tartotta, de mi már kapaszkodók nélkül születtünk. A szárazról visszaköltözünk a tengerekbe, sós vízben nagyobb a felhajtó erő. Mire a halánték mögött megindulnak a fájások, nyelvünkön beérnek az új világ gyümölcsei. Nem féljük a mélység isteneit, szükségből vadászunk. Mint a legtöbb játék, ez is túlmegy az első véren, amíg végül mindegy lesz, kinek a keze alatt savanyodik a bőr. A száj már nem tanul új ízeket. Emlékezni a szomjúságra, elsőként szakadni el az aljzattól. Szénsebb vagyok az élet vizében. Végül Zöldi Meliton Martin következik, aki Monorról érkezett. Dalolász vagyok, gyerek. Derűs leelletek zuhannak a fellők haújai alá. Sejszülök milliónyi főzetérmelt pállatot a hegyi létlenőségében. A lábnyomok jeges terroristák, akik egymás mintájban mélyedve egyszerre járják körülbelül az léteket. Aztán váltalak. Hamuszürke ágak hullámzanak, élettelenek. Mintha elszívták volna a levelék utolsó zöld szín sejtjeit a diófák. Halottak, nem csak tettetik. Minden ősszel vörösre és sárgára fakulnak, szenvednek, és ócskamadár jesztők maradnak helyettük. Ismerős képlet. Vírkeringésünk mábai vagyunk csupán. Gyökereinkkel markoljuk a sikamlós-omlós földet. Dalolászó gyökerek. Talán a tavasz majd áthár minket az életbe, ugyan kinek kell az. Nevetnek, miközben más halkan érjedne. Nesze, így átalasz.